mindjárt elkészül a puncs, és erről érdemes azért néhány szót beszélni, mielőtt nekifogok a mai receptnek. Indiából származik a puncs, szanszkritül ötöt jelent. Tehát egy nagyon fontos szabályrendszere van a puncsoknak. Öt fő alapanyagból kell állnia. Egyrészt van egy, ugye egy nagy tömeg, ami általában, hát ha Indiáról beszélünk, akkor teljesen természetes, valamilyen nagyon finom, erős tea. A második a fűszerek. Mindenkinek a maga ízlése szerint, fahéj, szegfűszeg, kardamom. Én viszont még a mostani kedvenc fűszeremből is tettem bele, most szerelmes vagyok ebbe a szecsuáni borsba. A harmadik nagyon fontos alkotóeleme a sav. Különböző citrusok, ki mit szeret. A negyedik, ugye az édesség. Ez is nagyon nagy lehetőségeket kínál. Én egy nagyon finom, őrségi mézet választottam. Ez egy mentás méz, tehát már eleve egy fűszeres méz. És hát az utolsó, az alkohol. Általában fehér vagy barna rummal készítik, de a különböző nemzetek természetesen azért beépítették a gasztrokultúrájukba a puncsot, és millió variáció alakult ki. Minden esetre, hogyha valaki nem szeretne alkoholt inni, csak így ez a fűszeres, illatos, mézes, citrusos tea, ez azért nagyon fölmelegíti az embert, és akkor gyerekek sem maradnak ki belőle. Úgyhogy próbálják ki, készítsék. Egyébként nekünk is van egy ilyen puncsféleségünk, ez a krampampuli. Ennyit a puncsról, majd megkínálom vele a vendégemet, Lázárt, ugyanis Kovács Lázár jön majd, ami nagyon szórakoztató lesz nekem, nagyon szeretek vele főzni. Ilyen tájban érdemes már előkészülnünk arra, mert most már tényleg jó ideje, csak eszünk, hogy frissítjük fel az emésztésünket, és hát ugye szintén a Kárpát-medencében van egy fantasztikus étel, ez a korhelyleves. Ugye a korhely azért az magáért beszél, minden esetre az biztos, hogy egy ilyen savanyú káposztás vagy savanyú káposzta leves étel millió variációja van ennek is, attól függ, hogy melyik tájegységünkön járunk, de én most egy ilyen alapreceptet mutatok meg. A lényeg az az, hogy kell hozzá igazi, tejsavas erjesztésű savanyú káposzta. Összevágtuk a hagymát, picike zsiradékon ledinsztelem. Nagyon kevés hozzávaló van. Ami a legtöbb receptben benne van, az a savanyú káposzta és a kolbász. És akkor valamilyen füstölt hús, általában füstölt csülök. Én viszont füstölt oldalast választottam. Ezt nézzék meg, milyen gyönyörű ez a hús. Mindegyikben benne van a csont, úgyhogy ez egy tökéletes választás. Erdélyben van egy változata ennek a levesnek, ami olyan, hogy csak ledinszteljük a hagymát, rátesszük a kolbászkarikákat, és fölengedjük savanyú káposzta lével, és egyáltalán nem tesznek bele vágott káposztát, vagy hát ahogy ott mondják, cika káposztát, hanem csak a levét, mert az még sokkal-sokkal jobbat tesz az emésztésnek. Minden kovászolt, ahogy most többen ismerik, fermentált étel rendbe teszi a bélrendszert és a gyomrot. Kicsit ezt is körbe pirítjuk. Megmosuk a kolbásznak a külsejét, akkor vizesen sokkal könnyebb lehúzni a bőrét. Én nem szeretném bőröstől beletenni a kolbászkarikákat a levesbe. Érdemes egyébként ilyenkor megfőzni, és akkor, mikor már elfáradtunk a szilveszteri éjszakán, akkor új év napján nem kell ezzel foglalkoznunk. Egyébként is ezek a levesek, ezek az ételek, ezek a fűszeres, füstölt húsos, káposztás ételek sokkal finomabbak, hogyha állnak egy picit. A másik oldaluk is hadd piruljon meg egy picit ezeknek a húsoknak.
és akkor ilyen falatnyi darabokra felkarikázom. Ezzel már kerül az ételbe fokhagyma és piros paprika is, de egyébként ebben is óriási különbségek vannak a különböző tájegységeink között. Van, ahol pirosan, fűszerpaprikásan eszik, és van, ahol pedig fehéren. És hát van ugye az, aki mindent bele, fűszerpaprika is, tejföl is, csombor is, minden. Erdélyben ugye nincs fűszerpaprika hagyományosan, és ezért minden káposztás ételbe csombort tesznek, ami ugye nagyon jó, mert a káposzta megemésztését is segíti a csombor. Nem beszélve arról, hogy az íze annyira harmonizál a káposztával, ők el sem tudnák képzelni azt, hogy káposztás ételben ne legyen csombor, úgyhogy én is teszek bele. Legyen egy kis erdélyi nosztalgiánk, hogy nem mehetünk. Így, kicsit megdinszteltem a hagymás zsíros alapon a húst is és a kolbászt is. Általában úgy készítik, hogy ilyenkor ráteszik az összes savanyú káposztát, fölengedik vízzel, vagy zöldséglével, vagy ki mivel, és az egészet készre főzik. Akkor nagyon turpuha lesz a káposzta. Hogyha egy picit előfőzzük a húsokat, és csak egy óra múlva tesszük bele a káposztát, akkor szerintem sokkal élvezhetőbb lesz maga a káposzta is a levesben. Jöhet bele még babérlevél, és fokhagyma. Majd, hogyha egy negyed órája, fél órája fő már, akkor nézzük meg a lé sósságát, mert a káposzta is sós. És csak akkor sózzunk, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy sótlan lesz, mert nagyon könnyű elsózni ezt az ételt. Azért a káposztát, amikor főzzük, ne felejtsék mindig megkóstolni. Tökéletes káposzta, nagyon finom. És a legegyszerűbb az, hogy egy szűrőbe beletesszük, és folyóvízzel egyszer átmossuk, és így állítjuk be, hogy ne legyen túl savanyú, túl erős, túl sós. Akkor én most ezt egy picit előfőzöm, és utána ráteszem a káposztát. Jó félig megfőttek ezek a füstölt oldalas darabok, úgyhogy ráteszem a beállított só és savtartalmú savanyú káposztát. Jó sokat! Amikor ilyen gyönyörű fehér a leve, és olyan sejmes, nagyon jó kovászos illata van, az a jó káposzta. Feltöltjük vízzel, ugyanis ez egy leves. Nem tettem rá sót, és úgy, ahogy kóstoltam, nem is nagyon fogok. Készre főzzük, én a legvégén még készítek rá egy nagyon pici zsíron megfuttatott fűszerpaprikát, és azt csak így rá sercintem a tetejére. Készítettem egy igazi indiai puncsot. Annyi, hogy nincs benne most alkohol. Nem baj? Nem baj. Mert tudtam, hogy autóval jössz. Ekkor Isten hozott ismét. Igen. Örülök, hogy itt lehetek. Nagyon volt. Ünnepi hangulatba keveredtem már, és jönnek ezek a jó illatok. Jó cucc, ne vidd messzire. Itt lesz végig, jó? Csak bármikor. Figyelj, be kell fejeznünk a korhelylevet. Annyit variálok rajta, hogy igen, készítek rá egy ilyen suhintást, paprikás zsíros suhintást. Jó, hát suhints be! Besuhintom. Besuhintom. De ezt tudod, ez csak azért, mert olyan isteni illata lesz tőle. Ekkora paprikatartód van. Nagyon menő. Igen, gyerekkoromtól paprikatermesztők vagyunk, fűszerpaprikatermesztők, úgyhogy ez ilyen... Akkor ez egy ilyen családvonal. Igen, igen. Ez az illat, ez kell rá. Kell, meg hát ez az íz. Ezt már nem is főzzük tovább. Na, jaj, de gyönyörű illat. Igen, amikor így belekavar az ember, és itt van, na, erre vadásztam. Ott van na, egy kis csont, egy kis hús. Jó megfőtte. Igen, szétesik. Igen, az ez a jó.
ez szétesik, mint egy éke a levesnek. Jaj. Így is van. Viszont őket is a legkönnyebb elrontani. Mert nincs hol javítani rajta. Igen. Na, hát most igen. Gyönyörű, ott van az a kis tört, íz. És túl ugye, sós lesz, de nem lett sós. Igen, mert az ilyen káposztás ételeknél mindig ugye a káposzta határozza meg a fő vonalát, hogy az igen. Hogy volt savanyítva, meg hogy mennyi sótartalma van. Kis villával leszel? Kis villával, mert hogy ez így, itt volt egy ilyen lecsüngő darab. Hát az egy zsír. Hát az pont az. Te szereted? Az a városi férfi vagy, aki szereti a zsírt? A zsírban vannak az ízek. Szeretem, mondom, a cupákosat, szeretem a zsíros részét, mert főleg a káposztával együtt így úgy van harmónia. Gratulálok. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Jó alapanyag, és nem lehet elszúrni. Igen.